egyedül vagyok még a stúdióban, de nem sokáig. SP most cuppan le mellém, Lola most, Virág most, és Anti-Fitness Tomi pedig most. Anti-Fitness Tomi. Sziasztok egyébként. Múltkor Animal Cannibals volt a stúdióban, és mondtam a kukának, hogy Animal Cannibals kuka, és kikértem magának, hogy ez mennyire vicces, hogy Animal Cannibals kuka, ilyen SP, nincsen. SP, igen, ha valakinek mártja van egyébként. Igen, ez még azért érdekes dolog. Na jó, a lényeg az, hogy a mai témát, a mai adást az alkonyatnak szenteltük, és próbálunk áldozni az alkonyat oltárán, vagy vérrel, vagy vér nélkül alapvetően, de úgy hallottam, hogy véres a párna, SP, vigyázz! Nehogy elkapjál valami hívfertőzés, vagy ilyesmit. De rossz vicc volt tőlem, de jó ég! Szóval mennyire vagytok ti alkonyatfanok, miben merül ez ki, és mióta tart, és mik a... Mi a diagnózis? A hölgyeket kérdezni, először Lola. Én nagyon szeretem. Hát miben merül ki, olvastam, meg igyekszem olvastam. A könyv tényleg jobb, mint a film? Szerintem sokkal, meg ami nem jelent meg magyarul, azon is eltrektem magam angolul, ami nálam ritka, úgyhogy én nagyon szeretem, megvettem a filmet, sok videót néztem. Azt az újságot, amiben benne van Robert Pattinson, azt meg kell vennem, szóval... Akkor te is Edward fan vagy, tehát mindent megtanul érte, hiszen... Nem döntöttem még, Harry Potter szerintem Jacob is jó fej egyébként, majd még ezt... Igen? Igen, majd ezt még kitalálom. Virág ugye már férjezett hírében áll. Edwardról nem nyilatkozhatok. És maga erről a filmről? Hát figyelj, a film, az az igazság, hogy én ebből az egész Twilight Lászból egy jó darabig így kimaradtam, és igazából a nyaralás alatt elfogytak a könyveim, és Olaszországban voltunk, és a helyi könyvesboltban gyakorlatilag csak ez volt meg angolul. Uh-huh. Én mondom, de nincs kedvem hozzá, de megvettem. És így, le se tudtam rakni, hát így nem tudom, egy vagy másfél nap alatt így kiolvastam. Utána láttam, hogy ennek folytatása is van, és azzal a lendülettel mind a három részig. Nem olaszul, angolul. És akkor így teljesen oda lettem érte, és én már a második kötetet is kiolvastam, amikor itt megnéztük itthon már a filmet, és igazából a film szerintem a könyvhöz képest, hát a könyv részletesebb, meg hogyha először azt képzeld el, ami a könyvbe le van írva, akkor nyilván más az, hogy megvan neked mutatva, vagy most már ezt képzeld el. No, hát a hölgyeket kifaggattuk, urakat pedig hamarosan kifaggatom a film kapcsán, meg Edward kapcsán, innen folytatjuk, lesz még vízjáték is, úgyhogy felkészülni, vigyázz, nyerünk! No, előbb ugye a Noémi Virágot és Lolát faggattam ki arról, hogy hát miért lettek ők ugye alkonyat fanok. Valamilyen szinten érthető ez a fanság Magyarországon is. Volt meg bejátszónk, amiben az derült, hogy a tinik többsége egyébként Edwardére szinte oda van, pedig hát Harry Potterre hajaz, már nem szó szerint, hanem hogy a vastag szemöldök azért valamit elárul. De a fiúk miért vannak oda egy ilyen filmért, azt viszont nem értem. Alapvetően romantikus filmről beszélünk, ugye a legtöbb fiú pedig elzárkozik a romantika elől, mármint ugye a filmügyileg. Szóval, Krisztián, SP, te hogy vagy ezzel a témával? Nekem kint azt mondták, hogy nagyon szeretik el a filmet, úgyhogy igazából ezért nem. Én nekem tetszik a film. Hát SP nem csak éces, de meg jó fej is. Azt tudjuk a mai adásból. Na, nem, nekem tetszik a film egyébként. Én láttam körülbelül 6-szor, mert az akkori mid. Akkori mid? Akkor szerették így a körülöttem jövő emberek. Téged is a Linda cibáltál mindig a tajt. Mert hogy téged igen. Jövőm. Tehát SP sorda követő ember, ugye szerette a tömeg után menni. Tényleg azért mentél el, mert mások elmentek? Nem, hát kénytelen voltam elmenni. Miért szóval kénytelen voltál? Nincsen. De miatt tetted ezt? Randi volt? Nem. Jó, Tomi, kicibált el téged is, miért? Mármint egy a filmre? Igen. Jó. De okay. Igen, akkoriban csomót pörögtünk a Lindaik, és ők vagy 20-valahányszor látták, és egy-két alkalom volt, amikor én is elkísértem őket, de a második vetítéstem már így inkább a bakikra, meg az ilyen stúdiót... És van benne sok baki? Akad szerintem. Mondasz egyet? Hát nem tudom, tökre látszik, hogy hol van a stúdiónak az alja, és honnan kezdődik a vászon. Tehát ilyen, főleg ilyen látványbeli bakikra gondolok. Tehát a sztori az tökre megállja a helyet. És a sztori neked akkor szimpatikus? Szimpatikus, de azt azért nem mondanám, hogy fan vagyok, sőt Edward Cullenre se áll fel a szőr a hátamon valószínűleg. Nem ezt mondtad kint.
Na jó, jó, hát a szőr nem. Szóval nem vagyok fan, de meg kell, hogy tetszett a film, és kíváncsian várom a következő részt is. Oké. Ugye arról beszélgetünk ugye a mai nap folyamán még itt több téma környékén, hogy a tini hölgyek megvesznek Edwardért, viszont engem még az érdekelne, hogy akkor SP, ugye te Edwardért nyilván nem vagy oda, de mondjuk Bella vagy Alice a filmben elvarázsolt téged, hogy karakterileg? Tehát te mondjuk járnál mondjuk egy vámpír lányjal? Vagy Bella az ő kis egyszerűségével és depresszív elemével elvarázsolt téged? Nem tipikusan az én ideálom, de egyébként a filmben, amilyen szerepet alakít, ott teljesen tök jó, tehát hogy van benne valami. Szerintem amúgy a filmben egy fokkal azért deprimálóbb így az egész karakter, mint a könyvben. Tehát én a könyvben azért ennyi, ő azért az első részben gyakorlatilag csak szenvedett. Tehát egy mosolyt nagyon nem láttál az arcán, és szerintem a könyvben azért ennyire nem volt szenvedős a karaktere, vagy szerintem. Én nem szeretem, mert mindig szenved. Én Edwardot szeretem. Olyan, mint az állatban Pamela. Én elég szeretem, mert Alice-nek mindig jó kedve, és Alice-nek szimpatikus volt, igen.